Kerub sorozat 14. előadás. Irodalmi ördögök. Fiatal koromban még hallgathattam Sík Sándor konferencia beszédeit. Egy alkalommal arról beszélt, hogy az ördög mint téma divattá lett az újkori irodalomban. Dosztojevszki, Bernanos és Thomas Mann nevét említette. A művekből, amelyekre célzott, akkor egyet sem ismertem. Azóta elolvastam mindegyiket. A Karamazov testvéreket Dosztojevszkijtől, a Sátán árnyékában Bernanostól és a Dr. Faustust Thomas Manntól. A Sátán szépirodalmi karrierje segít bennünket abban, hogy az európai kultúra róla alkotott képét elemezzük. Dosztojevszki, ez a félelmetes művész, zseniálisan eredetit nyújt a Karamazov testvérekben, ilyen regény csak egyet lehet írni. Az író meghalt mielőtt a tervezett folytatást, amelynek az angyali Aljosa lett volna a hőse, megalkothatta volna. Talán jobb is, hogy nem írta meg, mert ki tudja, mennyire lett volna hiteles szláv messianizmusával. Az ördögöt Dosztojevszki a regény csúcspontján lépteti föl, amikor az olvasó már tudja, hogy ki követte el a cselekmény fő mozzanatát képező gyilkosságot, de még feszülten várja a bíróság ítéletét. Az ördög elegáns gentleman képében jelenik meg, de ruhája piszkos, szövege pedig groteszk racionalista iróniát tartalmaz. Dosztojevszki olvasójának hozzá kell szoknia, hogy az írónak szinte minden hőse meglepőeket mond ugyan, de közben állandóan cáfolja önmagát, és magát az ördögöt sem lehet egészen komolyan venni. Valóságos-e Dosztojevszki ördöge? A regény cselekménye szerint nem. Világosan olvassuk, hogy Iván Karamazov delíriumáról van szó. Rajta kívül senki nem látja éjszakai látogatóját, Iván az ördöggel való beszélgetése közben nedves törülközőt teker lázas fejére, majd indulatában hozzávágja az ördöghöz teás poharát, amikor öccse Aljosa beállít, az ördög nincs sehol, a törülköző száraz, a pohár épségben áll előtte benne a teával. Másnap Ivánon kitör az elmebaj. Dosztojevszki azonban keresztény, még ha belülről nézi is a racionalista kételyeket, és az olvasó nem tud szabadulni a benyomástól, hogy a lázálomban megjelenő ördög végeredményben mégis valóság. A szerző Ördögök című regényében már szerepelt hasonló mozzanat, Stavrogin, mielőtt öngyilkos lesz, látja szobájában az ördögöt. Bár ilyen kidolgozott jelenetet nem játszik el vele, és Stavrogin határozottan nem elmebeteg. A Karamazov regényben sem tudunk elzárkózni a gondolat elől, hogy Iván Isten elleni lázadásának és erkölcsi nihilizmusának, a regényben ábrázolt züllöttségnek és tragikumnak igazi arca, legmélyebb forrása tárul föl az ördög személyében. Lényeges az is, hogy Iván éjszakai vendégének menekülnie kell Aljosa ártatlansága elől. Dosztojevszki ördöge mélyebb szinten igenis valóság. A Bernanos regényben nincs ilyen probléma. Kétségtelen, hogy Bernanos, bár a nagy francia írók között tartjuk számon, irodalmilag nem ér föl a két titánnal, Dosztojevszkijjel és Thomas Mannal. A Sátán árnyékában című regényben azonban meghökkentően eredetit alkotott. A Sátán megjelenése ebben a könyvben nem egyszerű Dosztojevszki utánérzés. Bernanos számára nem csupán a nagy orosz jelent erőzményt, hanem az Arszi plébános Viannei Szent János aszketikus, Sátántól meggyötört és diadalmas élete is.
a könyv hőse, a szentéletű pap, útján eltévedve egy lócsiszár alakjában találkozik a gonosszal, imájával elűzi, és ezután a nagy kísértés és győzelem után kapja meg Istentől a lélekbelátás adományát. Bernanos győzelmet hirdet a sötétség hatalma fölött, tragikus mélységekben megvívott harcok után. A sátán valósága itt egyáltalán nem kétséges. A vihar tépázta keresztény Dosztojevszkij és a racionalista Thomas Mann mellett, Bernanos a feltétlen dogmahű katolikus hitet képviseli. De korántsem jámbor sekresse irodalmat művel, hanem drámai erővel tárja föl a szenvedély és a kegyelem félelmetes szakadékait. Az sem kétséges, hogy akit regényében szerepeltet, az maga a sátán, és nem valami alsóbbrendű démon. Dosztojevszkijnél ez nem ennyire egyértelmű. Az ő ördöge néha kissé egy ördögnek, néha az ördögnek látszik. Csak egy Iván Karamazov elmeállapotával foglalkozó orvos használja a sátán kifejezést. Thomas Mannnál viszont föl sem merül, hogy különbség lehet az ördög és egy ördög, a sötétség fejedelme és annak egy alárendelt angyala között. Bernanosnál, bár épp olyan nehéz olvasmány, mint a másik kettő, mindvégig tudjuk, mi az igazság. Egyedül ő nem él az ironikus sejtetés eszközével. Ami Bernanosnál fájdalmasan hiányzik, az a győzelem öröme. Hősének harca annyira tragikus, hogy az legyőzöttnek érzi magát a gonosszal szemben. Az olvasó tudja, hogy a szent pap a győztes, de nem érzi a diadal levegőjét a regényben. Nem olvastam Bernanos életrajzát, de mintha nem ismerte volna élő tapasztalatból a szent lelketés gyümölcseit. Az igazság az, hogy éppen a lelki sötétség és elkeseredés a sátán legerősebb aduja, és az Istentől jövő öröm űzi el legbiztosabban és fölényesebben a démoni erőket. Bernanos szent hőse győz, de nem vonz. Ez a regény legnyomasztóbb hiányossága. Thomas Mann félelmetes és csodálatos regényében, a Dr. Faustusban, a regény hősének Adrian Leverkühn képzelt zeneszerzőnek találkozása az ördöggel annyira Dosztojevszkijből merített jelenet, hogy egy tanulmányban szó szerint idézetről olvastam vele kapcsolatban. Nem emlékszem, hogy a Dr. Faustus keletkezése című önéletrajzi munkájában Mann kifejezetten állítaná, hogy idézni akarta Dosztojevszkijt. De említi, hogy nagy érdeklődéssel olvasta újra Iván Karamazov Lázálmát regényének írása közben. Tény, hogy a Dr. Faustus ördög jelenete nem eredeti. Az író ötlete, hogy az ördögöt háromféle alakban, egy strici, egy zenetanár és egy teológus alakjában szerepelteti, csak bonyolultabbá, de nem élőbbé teszi elbeszélését. Az ő ördöge a leghalványabb. Nyilván, mert Bernanosszal és Dosztojevszkijjel ellentétben ő egyáltalán nem hitt a személyes gonosz létezésében. Ördöge nem valóságos, Leverkühn csak furcsát álmodik az agyára húzódott szifilisz fertőzés hatására. Például, amikor föleszmél, nincs rajta a pokróc, amelyet az ördögből feléje sugárzó hideg ellen magára terített. A betegséget tesz képessé, hogy láss, mondja neki az ördög. De ez a furcsa álom mégis a valóság mély dimenzióját testesíti meg. Ma számára az ördög, nem egy ördög, hanem az ördög, az emberi egzisztencia sötét démoni elemének megtestesülése, és mint ilyen félelmetesen reális. Realitása megnyilvánul a párhuzamban, amely hősének sorsa és Németország sorsa között fennáll.
E párhuzam a regény lényegéhez tartozik, Liverpool történetét a regényben barátja, egy nyugdíjas német tanár beszéli el, s visszaemlékezései közben mellékesen beszámol a II. Világháború alakulásáról, az orosz fronton elszenvedett német vereségekről, a nyugati szövetségesek normandiai partra szállásáról, a német nagyvárosok porigbombázásáról. Ez a német humanista, aki szeretettel és rettegéssel követi végig a zseniális démoni Leverkühn pályáját, a szerző képmása, aki úgy veti papírra a komponista összeomlását, hogy közben az emigrációból átéli szeretve gyűlölt a nácizmus démonától megszállott nemzetének összeomlását is. Mire Leverkühn Dr. Faustusként panaszolkodva aláhull az őrület szakadékába, Nietzsche sorsa, Németországot is démonok rántják alá mélybe. Bekövetkezik a vezetők öngyilkossága és a feltétel nélküli fegyverletétel. A Faust legenda gyötrelmes modernizálása teszi Thomasmann könyvét sajátosan mémetté, a goethei hagyomány örökösévé, és minden irodalmi játékossága ellenére, például szó szerinti Shakespeare idézeteket ad szereplői szájába tényleges párbeszédként, egyedülállóan eredetivé. Ugyanakkor Thomas Mannnál az emberi egzisztencia démoni eleme valami módon alkotó erő is. Leverkühnt éppen a végzetes betegsége által túlizgatott agyvelő teszi képessé megdöbbentő műveinek megalkotására. Egyik zseniális kompozíciójával olyan rövid idő alatt készül el, hogy az másnap alig volna elég a kottaírás fizikai munkájára. A Dr. Faustus azt sugallja, hogy az emberi faj csúcs teljesítményei szükségképpen az embertelenség magaslatára visznek. Ez egyébként Mann Goethe regényének, a Lotte Weimarbannak konklúziója is. A démoni elem teremtő erő. Dostojevszki ördöge is valami hasonlót állít, játszott már a megtérés gondolatával, de letett róla, másképp mitől haladna előre a világ. Csak hogy Dostojevszki ezt a nézetet nem vallja magáénak. Nála az ártatlan aljosáé és az általa befolyásolt lelkes gyermekcsapaté a végső szó. Mann ördögregénye azonban eredendően manikeus. Nála a gonosz a humánum mélységeinek szerves eleme. Hadd valljam meg mégis, hogy ez a katolikus hitemtől legtávolabb eső regény számomra mégis legkedvesebb a három nagy közül. Dostojevszki lázálomszerű eredetisége valami szentimentális irracionalizmussal párosul. Bernanos komorsága előttem idegennek tűnik az evangélium szívétől, Jézus húsvéti győzelmétől és a pünkös szent mámorától. Thomas Mann komplikált iróniája a művészi nonkonformizmus tragikumának mesteri ábrázolása és a világháború vesztes népeinek fájdalmas panasza viszont közelről érint. Dostojevszki szláv messianizmusa rossz viccnek hat a Gulag szigetcsoport árnyékában, Bernanos véres és ijesztő, mint egy spanyol feszület, de Thomas Mann kérdést tesz föl és választ követel. Együtt teremténk, osztályrészemet követelem, jelenti ki Madács Lucifere Isten trónja előtt. A manikeus felfogás szerint a sátánnak van osztályrésze a teremtésben. Madácsnál ő a tagadás dialektikája, amely előre viszi a fejlődést. Ezt a nézetet vallja Dostojevszki ördöge is, bár maga Dostojevszki más megoldás felé fordul, és mint láttuk, Thomas Mann szerint a démoni és a zseniális együtt jár. A perzsa dualizmus óta annyira állandó és erős az a felfogás, amely szerint a rossz szükségszerű ellentétpárja a jónak,
hogy mint már kifejtettem, a bibliai létoptimizmus forradalmian bátornak kell tekinteni. Azt is láttuk már, hogy a húsvéti misztériumban derül ki, hogy mi volt valójában Lucifer osztály része a teremtésben. Lázadásával a nagyobb szeretetnek és gazdagabb isteni művészetnek csinált helye. Ha ezt megértettük, azt is világosan fogjuk látni, hogy egy paradicsomot vesztett világ szépsége nem csak Isten szépségének tükre, hanem valahol magában hordja a kígyó mérgét csábítását is. Az a mód, ahogy Isten saját kifejezhetetlen szépségét a teremtett valóság nyelvén közli velünk, a húsvéti misztérium felől nézve szent és tökéletes, de húsvét világossága nélkül hamis és megtévesztő is tud lenni. A gyerek, aki bömböl, mert szülei nem engedik meg neki az izgalmas tévéfilm nézését, magától értődőnek érzi, hogy ez a film jó. A kamasz fiú, aki szexképekkel rajzszögezi tele szekrénye belsejét, magától értődőnek érzi, hogy a képek és az általuk benne ébresztett kellemes izgalmak jók. Az üzletember, aki minden eszközt megengedhetőnek tart vagyona növelésére, magától értődőnek érzi, hogy üzleti trükkjei jók, hiszen őt pénzhez juttatják, bármennyit ártanak is másoknak. Ezek a maguktól értődő érzések a bukott emberi természet velejárói, de a megtéréssel és a keresztséggel nem tűnnek el belőlünk automatikusan. Át kell állítanunk belső szenzorainkat, meg kell tanulnunk a föltámadt Jézus világosságában látni. Ez aszkézist követel, az elszakadás gyakorlását. Meg kell ízlelnünk a teremtményről való lemondást a teremtő kedvéért. Nem csupán a bűnös dolgokról van szó, hanem azokról is, amelyeket bűn nélkül élvezhetünk. Ételről, italról, alvásról, hitvesi ölelésről, élvezeti és kultúrcikkekről való önkéntes lemondáson át vezet az út az új világosság meglátásához, a föltámadt Jézus fényében való tájékozódáshoz. Ha ezekből semmit nem vállalunk, érvényben maradnak bennünk a bukott ember magától értődőségei. Ez a magyarázata annak, hogy a fogyasztói társadalom Mercedesen járó katolikusai szinte képtelennek mutatkoznak a tanítóhivatalnak való engedelmességre. Üldözés idején, amikor felragyog a Szent Kereszt, felragyog a húsvéti értékrend is. A nagy aszkéták, mint Viannei Szent János, egyúttal nagy megkülönböztetők is. A Szentírásban ezt olvassuk, az érzéki pszichikos, az érzéki ember nem fogja fel, ami az Isten lelkéjé, mert oktalansága számára, és nem tudja megérteni, hiszen lelki módon kell azt megítélni. A lelki pneumatikus, a lelki ember pedig mindent megítél. 1. Korintusi levél, 2. fejezet, 14. és 15. vers. A pszichikai és pneumatikus elemnek ez a szembeállítása nem azt tételezi fel, amit sokan tévesen gondolnak, hogy az ember nem két komponensből, testből és lélekből van összetéve, hanem háromból, testből, lélekből és szellemből, ahol a léleknek a görög psziché, a latin anima, a német széle, az angol soul szó felel meg, a szellemnek pedig a görög pneuma, a latin spiritus, a német geist, az angol spirit. Tehát nem ezt tételezi fel. A triotomizmus elmélete az ember három részűségének tana, mint később részletesebben is foglalkozunk vele, mind filozófiailag, mind teológiailag tarthatatlan. A psziché és a pneuma csak két funkcionális területe ugyanannak az emberi léleknek. Előbbi az, ami benne a testtől függ, utóbbi az, ami Isten lelkétől függ. Már most a pszichikai terület nyilvánvalóan sokféle lehet.
alkatunk és élmény anyagunk sokféle befolyása alatt. A pneumatikus területen azonban maga Isten érvényesül, aki egyetlen, és mindenkinek ugyanazt az igazságot nyilvánítja ki. Az aszkézis arra szolgál, hogy a pszichikai terület jogosulatlan igényeit, öncélú vágyait engedelmességre kényszerítsük, és a pneuma igájába fogjuk. Az aszkézis során megtisztult lélekben aztán Isten lelke kifejtheti hatását, megmutathatja a föltámadt Jézus ragyogását. Bennünk Krisztus gondolatai vannak. Olvassuk az első korintusi levél, második fejezet 16. versében. Ennek az az ára, hogy habozás nélkül megsemmisítsük életünkben azokat a teremtett értékeket, amelyek útjába állnak a teremtetlen jónak. Senki sem jó, csak az Isten, mondja Jézus. Lukács 18:19. Ezzel a válogató, megkülönböztető, aszketikus keresztény valóságképpel szemben áll a valóság gátlástalan pogány élvezése, amit az ördöggel kötött szövetség német mítoszának, a Faust legendának első nagy irodalmi feldolgozója Goethe képvisel. Goethe 1749-ben született, és 1832-ben halt meg. Vessünk egy pillantást az ő ördög ábrázolására is, amely megkerülhetetlen előzménye minden más irodalmi ördög ábrázolásnak. A Faust egyik mesteri iróniával megírt jelenetében a keresztény ördög elveszetten bolyong a klasszikus Walpurgis éj őneki ismeretlen szörnyetegei között. A germán Walpurgis éjben tökéletesen otthonosan mozgott, de a hellén mitológia idegen számára, mert a pogányoknak külön pokluk van. Semmi sem jellemezheti jobban Goethe felvilágosult relativizmusát. A kereszténység nála csak egyik arca a sokarcú emberi kultúrának. A Faust agnosztikus mű. Isten szerepeltetése a mennyei prológban ironikus díszlet csupán. Mefisztofelész aféle pajkos kópi Isten számára, akire szüksége van, hogy serkentse az embert, s aki Istenről per az öreg nyilatkozik. Az olvasó rokon szembe mindvégig az ördöggel szövetkező Fausté, aki akár a mai természetgyógyászok védőszentje lehet, azzal, amit a mágia védelmében mond. Nagyok a hegységnek erői, a természet még szabadott s merész, mit bűbájú szid a szűk papi ész. Szó szerinti idézet a második rész 4. felvonásából. Az érsekről, aki föllép a mágia ellen, kiderül, hogy csak a császár pénzét akarja. Az olvasó még inkább Faustnak drukkol. Szűk papi eszemmel a leghatározottabban tiltakozom a Faust keresztény értelmezése ellen. A Goethe fordító Kozma Andor megkísérli ezt, mondván, hogy Mefisztofelész azért veszíti el Faust lelkét, mert nem számolt az Úr szeretetével és kegyelmével. Csak hogy a műben nem ez áll, Mefisztofelésztől az angyalok csellel ragadják el Faust lelkét, miután szépségükkel érzéki vágyat keltettek benne, és ezzel elaltatták éberségét. Nem Isten kegyelme diadalmaskodik, hanem az örök női, amelyet a Mater Gloriosa személyesít meg. Johann Wolfgang von Goethe, Károly Ágost nagyherceg udvari tanácsosa, aki mellesleg az informátor mesterségét is hatásosan űzte, szemmel tartva a jénai egyetem túlságosan felvilágosult köreit, éppen eléggé híve volt a fennálló rendnek ahhoz, hogy a weimari fejedelemségben mégiscsak illendő keresztény mázat ne tagadja meg művétől. Amilyen fölényes művészettel át tud lépni a germán mitológiából a hellén mitológia világába, ugyanúgy fel tud építeni keresztény kulisszákat is, a legcsekélyebb megerőltetés nélkül,
de a legcsekélyebb meggyőződés nélkül is, Goethe pogány. Ebben a pogányságban a végső mélységet az anyák országa alkotja, és a végső magasságban a Mater Gloriosa trónol. Nem a názáreti szolgáló leány, hanem a nőiségnek, mint a valóság végső principiumának megtestesülése. Ez az anyakultusz a hinduizmusra emlékeztet, vagy az efezusiak Artemiszére, erre a sok emlőjű szörnyetek termékenység istennőre. A mai feminizmus és a pogányságnak az anyát imádó új formája joggal hivatkozhat Goethére. Faustot nem Jézus vére menti meg, hanem az, hogy az örök női életteljes vonzása hatalmasabbnak bizonyul Mefisztofelész férfi logikájánál. Ebben a világban a sátán szerepe serkentő, előrevívő, az ördöggel kötött szövetség pedig csak az ember örök szomjúságának megnyilvánulása, és nem jár visszavonhatatlan következményekkel. Amikor a kutató mindig újra vágyó, kielégíthetetlen embert fauszti embernek, a nyugati kultúrát fauszti kultúrának nevezzük, kár megfeledkeznünk arról, hogy minden embernek, minden kultúrának szerves jellemzője a bukás ténye, a kiüzetés a paradicsomból. Amikor a Faustot olvasom, ürességet és szomorúságot érzek. És igen, jól vissza tudok emlékezni, hogy amikor először olvastam egészen zsenge ifjúságomban, pontosan ugyanezt éreztem. Az igazi sátán nem Faust Mefisztofelésze, hanem az, akiből ez az üresség és szomorúság árad. A lelkek megkülönböztetése gyakran jelentkezik ebben a formában. A mű alapján nem tudom bízni Faust üdvözülésében. Le kell tennem Goethe remek művét, és elő kell vennem a római levelet. Kovács Gábort hallották.